György László kormánybiztos az MCC Székesfehérvári képzési központjában előadásában elmondta, négy szempont szerint sorolunk valakit a középosztályba. Az egyik a jövedelmi helyzet. Az, aki az átlagbér 60%-ánál többet, kétszeresénél kevesebbet keres, középosztálybelinek számít. A másik, hogy megfelelő-e a vagyoni helyzete. Ez pedig az Eurostat, az Európai Unió statisztikai hivatalának adatai alapján mérjük. Tehát ez is egy exakt történet. Az Európai Unió statisztikai hivatala minden évben 13 szempontot megvizsgál, és hogyha abból 5 nem teljesül, akkor nem megfelelő a vagyoni helyzete valakinek, és szegénynek számít. Például tudja-e fizetni a jelzálog hitelét, ha van, ki tudja-e fűteni a lakását, van-e autója, van-e internet kapcsolata, tud-e váratlan kiadást finanszírozni, el tud-e menni egy hétre nyaralni. Ha 13 ilyen kritérium van, ebből 5 nem teljesül, akkor ő nem tekinthető középosztálybelinek. György László hozzátette, a harmadik szempont a biztos lakhatás kérdése. 7 évente megvizsgálják, hogy az emberek járnak-e moziba, színházba, múzeumba, járnak-e koncertre, előadásra, sportrendezvényre. Ennek a 4 kritériumnak egyszerre kell teljesülnie, hogy középosztálybelinek nevezzünk valakit. Mint az előadó mondja, 2011-ben a magyar társadalom 34,9%-át tette ki a középosztály, 2021-re 54,6%-ra növekedett. Közel 2 millió fővel bővült a középosztály Magyarországon. Az Európai Unió statisztikái szerint hazánkban csökkent a leggyorsabb ütemben a szegények száma. Ma a nyugati világban 3 javaslat van a középosztály megerősítésére. Az egyik, hogy a gazdagoktól vegyük el és adjuk a szegényeknek. Magyarországon azt csináljuk, hogy nem a gazdagoktól vesszük el és a szegényeknek adjuk oda, hanem a járadékvadászoktól vesszük el, és a dolgozó, gyermeket nevelő, vállalkozó középosztálynak adjuk oda, mert ez meritokratikus, hogy azoknak segítünk, akik a saját sorsukért, a saját sorsuk jobbra fordulásáért tesznek. György László hozzátette, a közfoglalkoztatásban több mint 10 éve még 240 ezeren dolgoztak, ma 61 ezeren. Mint mondja, az elmúlt 14 évben több mint 300 ezeren jutottak be az elsődleges munkaerőpiacra.